szerettem. Nagyapám kárpót volt, apám kefeköse, jó volt itt a csapaton mindkettő. Így hát, ha az én korcsomon egy cseppból sem folyna, sírjában mindkettő megfordulna. Egészségügyre. Farsangő, sokat adom. Szeretettel üdvözlöm Önöket, és örülök, hogy annyian vagyunk, hogy majd szétfeszítjük a falakat. Úgy gondolom, ez nem véletlen, és végre elmondhassunk, hogy nem csak sokan vagyunk, de eleget is. Ez végül is a közelmúltban úgy gondolom, hogy nagyon szép eredményt értünk el abban, amiben illet szép eredményt elérni. És most pedig itt van a munka után édes a pihenés jelszólat, az, amit mindenki várt. Farsangi bálunk, úgy gondolom, hogy még egy torkos péntek belefér a bőtelenéti időszakba. És úgy gondolom, hogy nagy öröm külön számunkra, hogy a régi tehetséges énekeseink mellett megismerhetünk új lelkes fiatalokat, Nagy Dobrinyakat, Zalosziakat és másokat. Tehát azt szeretném elmondani, hogy remélem mindenki jól fogja magát érezni a mai este. Igazából írtam egy, illetve gondoltam egy verset is, majd hogy mit fogok befejezésre mondani. Brezel is Lászlót is ide vártunk, de Pestről is úgy látszik még mindig hosszú az út. Tehát éppen ezért, mielőtt átadnám a szót a főkonzol úrnak, elmondom, hogy hát ad egy ilyen rikus, hogy itt a farsang, áll a bál, hát a Prenzovics is táncot jár, a főkonzol úr meg szalutál. Most nem szalutálni fog, hanem ő is egy pohár köszönöm fogadni. Köszönöm szépen a kedves szavakat, tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket, mint Magyarország Ungvári főkonzulja. És én olyan fergeteges, fantasztikus műsort láttam eddig is, hogy én ezt nem gondolnám, hogy ezt a remek hagyományt szeretném megszakítani, szeretném az Önök szórakozását egy pici és egy nagyon kicsi időre is felfüggeszteni. Én azt gondolom, hogy ez a farsangi mulatság, ez kiválóan alkalmas a téltemetésre, és ha ilyen műsor folytatódik, és a szórakozás kicsit még magasabb hullámokat vett a következő időszakban, azt gondolom, hogy nagyon szép gyarunk lesz, hogy nagyon szép időszakunk lesz. Én nem is szaporítanám a szót, nagyon kellemes időtöltést és nagyon kellemes szórakozást kívánok Önöknek. Kedves egészségükre! Következő műsorszámú bejelentődő. Hát szeretném elmondani szíves engedelmükkel, hogy remélem, hogy a bátyói nyugdíjas klub az kellő erotikával fog a mai estét megközelíteni, és Önöket felrázni, hogy aztán majd teljes erővel vessék be magukat a táncba. Úgyhogy következik a bátyói nyugdíjas klub örökifjú szereplője. Igen, a szerelem, lehetes ennek már csodálkozni,
megadatik az élmény. Ennek éges bizonyítéka, hogy egy év alatt az egyik asszony társulta sikeres volt a férjvadászata. Hát igaz, nagyon sok munkát kellett neki beleölnie, de be is vetett ő minden váját, voltéját, de megérte neki. Nagyon ügyesen csinálta. Hát ki lehet vajon az az ügyes menecske? Hát, csak is én. És a műsorunkban szeretnénk néhány tippet is adni a férfogási kérdésében a férhez nemi készülő hölgyeknek. Fogadjanak bennünket szeretettel, kívánok jó szórakozást és kellemes, hangulatos, vidám estét! Bye.
jócskát eljárt veled, kedvem. Kivajtottam animámat az őrpázsikra, arra jött a virófiba, de a higába, ne hajigád virófia, Thank you.
Adom Isten mindenkinek jó. Egy ilyen szegénységes esküvőre olyan nagyon régen láttam, hogy a jó kívánságomat maguk kell. Hát én szeretném felköszönteni ezt a szép pártétet, ezt a vendégszereget. Na persze az ifjú pártétet elvizsgőt, elvizsgőtében. Tehát kedves fiatalok, én emelem poharam és köszöntelek titeket. Kívánok én nektek borduzár kegyet, valamint hosszú boldog életet. Legyen meg minden, mint amire vágytok. Főleg egy jó vasár, melyen jó nagyok a tárgyban. Legyen rendbe kertetek házatok. Minden éjjel mozogjon a tárgyban. Borduzár, egyedül csak annyi. Ifjú fő, legyen a nő, aki kívánja a budit. Te unad asszony se hagyja ki belőle magát. Kívánja róla, állandóan a gatya. Gyereket is kívánok sokat. Vegyesen, ahogy ülni, fiúkat, lányokat. Végezetül azt kívánom, legyen egy macskázok, ha összevesztek, mindig azt kiragasztják. Mert ha szűrnél, összeérkezetek, boldogságot lesz veletek. Éljen az ifjúkat! Kezdődjék meg tehát a menyasszony tánca, szakadozom széjjel, szokjál el a plánc. Hisz az eladó, ennek pénz az ára. Nem,
Remélhetek muzsikaszó nélkül című színházi előadásra. Továbbá nyerhetnek 4 darab színházjegyet a Beregszázban a február 22-én bemutatandó Fedák Sámi darabra. Aztán nyerhetnek egy 2 személyes vacsorát a Helikon szállóban. Nyerhetnek egy csapatra való belépőt, egy 12 fős belépőt a Helikon szaunájában. És aztán jöhet most a főnyeremény, egy 2 személyes meghívó hajdúszoboszlóra májusban. Így tehát a tombolátnak az egyharmad a nyertes szelvény lesz, éljenek a lehetőségekkel. Thank you.
Thank you.
nagyon igaz, hogy a Beregszázban születtem. Úgyhogy nagyon örülök, amikor itthol van lehetőségem fellépni. Mostanában többet lépek azért már a határ túlsó oldalán fel, mint itthol. Nem tudom, akik nézik a Nóta TV-t, a Muzsika TV-t, ott vannak felvételeim, meg a Dankó Rádióban. De mégis a szívem mindig hazahúz, és az új CD-mnek is a címadó dala az, hogy ez a föld a hazám. Thank you.
Csókoltál,